A szakemberek szerint tartogat még meglepetéseket az idei nyár, már ami az időjárást illeti. Augusztusban is várhatóak még bőven kánikulai napok, amelyek utazásra csábítják a fehérváriakat. Utána is jártunk, ki hova tervezi a nyaralását a legmelegebb nyári napokon. Margiték például vegyesen választják a buszos és repülős vakációkat, a legtöbb esetben külföldön pihennek. Most lesz egy utazásunk, pont hétfőn kezdődik, majd megyünk Helsinkibe, van itt Székesfehérváron egy finn-magyar baráti társaság, a Sampo, és a finn barátainkkal fogunk találkozni, akik Kemiből fognak feljönni. És közben még átmegyünk majd hajóval Tallinnba is. Balázsék általában a Mátrát vagy a Balatont célozzák meg nyáron, idén azonban egy októberi olaszországi nyaralást is beírtak a naptárba. Idén államúti célként elmegyünk Olaszországba, de majd októberben. Akkor jól lehet város nézni, tehát ilyen városnézős utazás lesz. Szalai Jánosné az aktív kikapcsolódás mellett teszi le a voksát évről évre. Általában a belföldi látványosságokat szereti meglátogatni. Belföldi kastélyok, meg egy kis gyalogtúrák, tehát ezek vannak inkább tervbevéve, mert igazán szeretnek az unokákkal szeretek menni, és akkor ők két leány az állandóan menni akar. Megkérdeztük az egyik nagy utazási iroda vezetőjét is, mely úti célok a legnépszerűbbek a fehérváriak körében. Mint Ribi Pétertől megtudtuk, az általuk szervezett utak 60%-a buszos, a maradék része pedig repülős nyaralás. Érdekesség továbbá, hogy idén nyáron a drágább utak foglalásai teltek be hamarabb. Egyértelműen Olaszország vezet, oda úgy éves szinten körülbelül 120 csoportot küldünk. A második helyen Svájc áll nálunk, kb. Olyan 50 csoport évente, a harmadikon pedig Franciaország, ilyen 35-40 csoport évente. Az utóbbi hetekben folyamatosan érkeznek a hírek repülőtéri késésekről, járattörlésekről. Az idei szezonban mind az Európa-bajnokság, mind a Párizsi olimpia miatt terheltek az európai repterek, de a nagy meleg és a munkaerőhiány sem könnyíti meg a légiiparban dolgozók helyzetét. A Budapest Airport a járatkésések miatt segítőpontokat alakított ki, amely megkönnyíti a várakozó utasok helyzetét. Mint Ribi Péter mondja, őket is érintette a repülőtéri anomália, de viszonylag gördülékenyen sikerült megoldaniuk a problémát. Legutóbbi eset például múlt hét péntek este történt, szombaton indult egy írországi csoportunk, és péntek este közölte a légitársaság, hogy akkor a szombat reggeli járatot törlik. Frankfurti átszállással utaztak volna Dublinba. Végül is azt sikerült elérni, hogy vasárnap a csoportot szétszedve, azt hiszem, hogy 5 részletbe különböző helyeken átszállásokkal el tudtuk juttatni az utasokat Dublinba. Az ügyvezető kiemelte, hogy a nyár hátralévő részére már az összes út betelt, viszont az őszi utakra még vannak szabad helyek. A foglalásokat el lehet intézni az interneten is, de van lehetőség személyes konzultációra is az utazási irodákban.